Szabó Zsolt, a hatos választókerület önkormányzati képviselője már korábban jelezte, hogy a Kallós Dezső utcában élők megkeresték őt és a segítségét kérték, mivel az utcájukon áthaladó gépjármű forgalom olyan károkat okoz az épületeiken, ami miatt kérik a Kallós Dezső utca forgalom korlátozását, akár lezárását is. Olyan feladatomnak tettem eleget, ami azt hiszem mondhatjuk, hogy az egyik legnehezebbek közé tartozik, hiszen a lakók nagyon sok érzéssel vannak a Kalos-Dezső utca lezárása kapcsán. Nyilván, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor a házunk biztonságáról van szó, az mindannyiunkat mennyire megérint, akkor teljesen érthető az a fajta aggódás, amivel ők vannak. Én minden esetben elmondom, hogy az én főnököm a az itt lakók, és ezért tüzön-vizen át fogom őket képviselni, bármilyen kérdésben is. A Kalos utca esetleges lezárása óriási felfordulást okozna az egész város megszokott és mondjuk gördülékeny közlekedésében. Ezért a rendőrségnek csak véleményezési jogköre van a kérdésben, de ezt nem javasolják. Ezt már Budavári Árpád rendőrkapitány mondta el a fórumon. Persze hozzátette, hogy ha konkrétan bebizonyosodna, hogy az átmenő forgalom épületkárokat okoz, esetleg veszélyes, akkor ennek megfelelően kellene eljárni, és ehhez alkalmazkodni, akár az egész városnak. De az elsődleges, a kiinduló pont, egy mindenre kiterjedő szakértői vizsgálat, ami egyértelművé teszi az okokat és az okozatokat. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni az egész várost megmutató módon, hogy szükség van-e a zsákutcásításra. Szakértői vélemény fog készülni. Ma egy fórumot tartottunk, ahol szerencsére sokan eljöttek, és arra kötöttünk egyfajta egyességet az itt lakókkal, hogy elkészítjük ezt a szakvéleményt, aminek a költségének a felét az önkormányzat állja, és hogyha ez a szakvélemény kimondja, hogy a házak biztonságának és az életbiztonság megőrzésének a feltétele a zsákutcásítás, akkor ezt az önkormányzat el fogja végezni. Az elkészült szakértői jelentés után az ott lakók érdekeit is figyelembe véve születik majd döntés a Kallós Dezső utca jövőbeli forgalmi rendjét illetően.